Sziasztok! Itt vagyunk újra. A eléggé szörnyű rovatunkban a Hero 7.5 különböző népeit tekintjük részletesen. Ezúttal a Dungeon, az alapjáték utolsó ilyen népe került elítékre, aztán még a kiegészítő jelent meg a törpékkel, és utána 5 vadi új ilyen népről fogtok majd részletesebben ezt azt megtudni, de ezért a Dungeon az az itten földmélyeként apostrofált frakció, amely egyébként az erdő mélyéből alakult igazából, és ezt el is felejtettem az előzőbe felolvasni, hogy az erdő mélyének mi a története, de nem is baj, mert kapcsolódik a két nép egymáshoz. Az elfek kecses és türelmes lelkek, akik szoros harmóniában élnek az erdőkkel és mezőkkel, Szirannával, a földsárkányával vannak összhangban. Az ő megmondott természete és ősi bölcsességet tükröződik népének életében és hódolatában. Az erdőket és örömeket saját felelősségnek tekintik, és nem haboznak megtrolni, ha valaki megfecsereníti őket. Néhány évvel a második fogyatkozás előtt Árnél nagy király fejét megszítette néhány talpnyaló, és elhorozta a hatalmat a helyi elt királyoktól. Megfosztotta a druidákat hatalmuktól, és saját rangját örökletessé tette. Tárladi Tutyhának királynő felállhatott az önjelölt nagy király ellen, és egyességet kötött a tiltatos arctalankkal. Amikor Brigiddát Brithigát, a fák anyját parigérték és Árnyát megölték, tután a sötét elfejét vállalták és a diátot intottak előnük. Évszázadok teltek el, de a feszültség még mindig ott húzódik a két nép között. Aztán nézzük akkor a mai nyertest, a földmélyét. A sötét elfek az elf erdőkből menekült föld alattéről. Negátok, akik egyeseket kötöttek a titokzatos arctalanokkal, akik a hatodik részben is egyébként benne voltak. Sőt, ott még fontosabb szerepük volt, mint egyébként Tahjat 7 történetében. Egész népüket sötét cselszövések és malassa bélyege hajtja át. Mint hogy efitában hallják a világsatogásait, a sötét elfek jól tudják, hogy a józan ész és a tépoly közti határon el igen keskeny. Olyan keskeny, mint egy törpengéje. Amikor Árnél nagy király ügynetett, hogy elorozza a hatalmat, a helyi elf királyoktól és saját rongját örökletesé teszi, Tutána királynő nem hordott be felháborító követeléseinek. Tárlat királyságát függetlenek kiáltottak ilyen nagy királytól. Tutána népe védelmére kétségbe esésével néhány megmaradt arctalanhoz fordult. Ők hajlandók voltak segíteni, de megkérték az árát. Cserébe a királynő népének meg kellett érni a malással, a sötétség sárkány istenének ítére. Tutána elfogadta az ajánlatokat, és a sötét elfek népe megszületett. A sötét elfek népe hasonlít a Heroes 5 és 6 dungeonjéhez, egy kicsit megkeverve, hogy így fogalmazza, és egy igazából egy új fai képessége van az a fájtlával, a varázsos lények elrejtőznek, hogy nagyon jól felkészüljenek az első támadásra, és legyengítsék az ellenséges lényeket. Ezzel az elrejtőzéssel különböző hatásokat tudnak további sötétségsebzést, vagy egyéb más negatív hatást rárakni, például az ellenfelekre, vagy ellenfelek ellen, majd részletezzük ezt hamarosan. Na nézzük, Ashbert az első hős, ő mindenre kettőt kapott, egy igazi vegyes hős, aki azért alapvetően fizikai hős. Egy gyengeség adeptusa, a hős kezdő szintű sötétség mágia képzettsége kezd, és megkapja a gyengeség varázslatot is. Mindig egy mágia szint erősebben hat a gyengeség varázslatot, azon kívül ez a varázslat 26 mágiáról hat a sötétség mágia mester szintje megléte esetén. Hát igen, ez a szokásos. Egyébként, ami jellemző még a dungeon lényeire, ami egyébként a Heroes 5-ben is, és részben a 3-ban is jellemző volt, drágábbak, mint az átlag, a többi nép lényei. Aztán talán kicsivel kevesebbet is kaptok némelyik lényből, viszont sokkal erőteljesebbek, sokkal jobban lehet velük taktikázni. Nagyon sok féle skilljük van, és ezen kívül a sötétség mágia mesterei, ha a varázslatokról van szó. Érdekes, hogy nem olyan a nekromanták, hogy inkább az ős mágiával operálnak, hanem a föld mélye az, aki a sötétség mágiával operál. Azt itt láthatjátok is a következő sötétű hajnali hősnél. A maximumra van tolva a sötétség mágia majd. Minotaurusokból kap plusz egyet, illetve egyébként plusz egy olyannal is kezd, egy olyan egységgel, ami nagyon sokat jelent, szerintem. Úgyhogy, és hát plusz egy Minotaurus, az sokat számít hetente. Ha mondjuk már az első héten meg tudjátok építeni, az a legjobb elit egységek egyike az egész játékban. Még az új népekkel együtt is talán. A hős plusz két hadvezetést kap minden harmadik szintugrása után. Hát, az olyan felemás, bár nem rossz. Pont a dungeon-ösökkel sokat morálozni akár, és szintén egy sötétség mágia hőssel. Letosz. Lélekméreg aurája, az összes ellenséges lény méreg miatti földsebzés szenved el 40 pont életerő értékben a harcoli köréig kezdetén. Hát ugye arról is egy erőhős, egy ilyen egál értékekkel, de ezzel egy kis plusz varázslat erőt ad, és ha jól tudom, ez a sebzés ez nő egyébként a szinteződésével a hősnek. Ez nem örökké 40 lesz, bezony.
Lara Rai egy újabb fizikai hős, bosszú éjesen minden körben, annak az első elsőséges lénynek, amely megtámad egy baráti egységet, 10 ponttal csökken a védelme 3 kör erejéig. Ez sem annyira rossz, és csatakiáltást ki lehet vele maxolni, ami gyakorlatilag az egyik fő, idézőben varázslatága mondhatnánk, mint a képesség ága a fizikai hősöknek, ugye ez egy egész jó hős véleményem szerint. Safin Roth, azt hiszem ő talán új hős, de még van biztos, ő is egy mágia hős, sötétség mágia hős, fekete piac kupára, hős naponta egy véletlenül ritka nyersanyagot hoz birodalmának, azért ez sem rossz, ugyanis elég nyersigényes, nyers anyagigényes a vár a dungeon. Na, itt van egy ős mágia hős végre, azért ők is tudnak, bár nem olyan erőteljesen talán, mint az élőholtak, viszont ahogy látjátok, ő még a sötétség mágiát is ki tudja tolni, szóval azért ez elég durva, és még a tűz mágiát is gyakorlatilag majdnem mesteri szintre tudja hozni, úgyhogy varázslatban ez egy OP egy hős, de természetesen van más ilyen hős egy csomó más népnél, úgyhogy akadémiától kezdve a Necropolison át, a törpékén át vannak ám azért ilyen hősök a varázslat terén. Katalizátor, a hős kezdőszintű hős mágia képzettsége kezd, és megkapja meg újonás képességet, és ez a képesség plusz 10 hónapontot ad a hősnek minden csata után. De ez nem rossz. Így végképp nem rossz. Egy újabb erőhős. A szín érinthetetlen, amikor a baráti lények elrejtettek, megkapják a testetlen képességet is, és annak minden előnyét. Ó, 15, azt hiszem 10 vagy 15 százalék esély, hogy ott találják el a nem mágikus lények. Legyen az lövész, vagy közelharcos, vagy repülő lény. Tök jó. Ugye ezt kapta meg annó a szellem is itt a módban. Szarsán, ő plusz 2-vel több önjáróval, gyarapodhat hetente, hogyha behúzzátok a kormányzónak, és ő is egy sötétségmágia hős. Újabb fizikai hős, aki plusz 10 orgyilkost és árnyt tud hozni hetente a városnak, ő is fizikai hős. Egy újabb ősmágia hős, aki nagyon jól operál sötétségmágiával és tűzmágiával is. A meditációt hozta el, a hős visszatudhatja az összes manapontját, csak hetente egyszer használható, azért ez sem rossz. Ez gondolom a varázskönyvben egy varázslatként, képességként van ez. Iris egy fizikai hős, aki 10-zel több cserkészőt kap, akik ugye lősz, első egységek, ofá, nyomtam. Agbet, egy varázsló hős, megint sötétség. Sötétség tanítványa hős plusz egy mági erőt kap sötétség varázslásakor minden második szint töpésről után, tehát 10-es szinten plusz 5-et. Például. Himiko, aki végül egy vízerővel operáló, de mégis megint ős mágia és sötétség mágia mesterhős. Plusz 3 medúza és foszorkány medúza a hetente. Jorgen, őt a kampányból hozták, hiszem Heroes 6-7 kampányból, ő fizika hős, kémek mestere, a kémek meghozhatnak és szabotálhatnak két újabb célpontot is. Ugye egyet lehet a megvan a tolvajci, de ezzel 3-at is tudtok, ami azért elég durva. Főleg a szabotálás, 3 lény épületet szabotálni, a maximum 8-ból, amit a moddal lehet. Az nem rossz. Igaz, hogy ez random, nem tudjátok ki irányítani, de például mutkó nekem a főlényét szabotálta. Már megvolt neki az ellenfélnek, és azt szabotálta. Kárde, fizikai hős, árnyoktató, az a hős 20%-kal megnöveli a cserkészők és nyomkeresők életerejét, és ezek a lények mindig teljes távol lőhetnek, ami azért nagy előny, mert ezekből lényekből 100-at elég gyorsan akár vissza lehet hozni. Ugyan gyorsabban halnak, de így, hogy megnövekedik az életerejét, és még teljes távol lőhetnek, hát egy igazán szuper egységé válhatna ezzel az erőhéssel. A következő újabb sötétségmágiás hős, ahogy mondottam, az a fő ennél a népnél, Malven. Szerencse követi a hős, plusz 2 szerencsepontot kap minden harmadik szintépése után. Tehát akkor 12-es szinten plusz... hogyan? Plusz 8 szerencsét, ami azért nem rossz. Pontosabban végzeted, mindegy... Ez egy is ugyanaz, igazából Masteró, minden csata kezdetén az összes baráti távolsági lényre rávazsolódik, a szerencse varázslat, az a varázslat tapasztalt és mágia szinten varázsolódik el, ez nem rossz, úgyhogy emellett a tűzmágiát és a védelmet is ki lehet vele maxolni, igazán jó vegyes hős. Menel, aki megint tűzmágia, vagy fénymágia, sötétségmágia hős, építészmester, a hőskezdő szintű, gazdaságképzettsége kezd, és megkapja az építészképességet, és a városokban lévő épületek aranyköltsége 10%-kal csökken. Mert vele jól lehet építkezni. Fizikai hős, randett, mágia gyengítő, az ellenséges hős mágiájára 10%-kal csökken minden alkalommal, amikor sebzést okoznak a szövetséges egységeknek. Ez sem rossz. Ez a támadással gyengít is saját mágia erejét.
akkora lényeimet támadják a mi lényeinket. Csata kiáltás, kézitusa egy igazi, igazi jó fizikai hős. Ennél nagyon jobbat már nem tudnak kívánni, talán még a hadviseléssel. Szilszáj, fizikai hős, ányparancsnokhoz is az ányrapakodó támogató harcos értséggel kezd. Az ányrapakodó egység plusz egy támadás és plusz 20 kezdeményezést kap. De igen, ez egyszerre támogat és a harcászati egység is, ha jól emlékszem, vagy nem. Van még most teljesen biztos, hogy Valin. Hidrák anyja, hősregyon lő, valami hidrák és sötét hidrák életére 25%-kal megnő, ami azért durva, mert így is valami 5-600-as HP, 500-as HP-jük van, azt hiszem. Ezért a plusz 25% az nem kevés. Ez konkrétan mennyi az 50-50, ugye? 10-10-5 125 életerő plusz per darab, azért az nem gyenge. Vájáról hátba szúró barátlani és hátba támadási sebzés bónusza 15%-kal növekszik. Ez sem rossz. A hadviselés felfedezővel sokat lép, ki lehet húzni maxra a harcászat és támogató egységeket. És hát ugye fizikai hős. Jorpix. Véres pengék a hőseregémlő orgyilkos és árny egységek 25% védelmet kapnak és 10 életerőt emelet megkapják a megelőző csapás képességet is, azért ez nagyon durva, főleg a fejlesztetnél, ami mérgez, ő támad először, na hát azért, és még védelmet is kapnak elég nagyot, és még egy plusz 10 életerőpontot. Azért ez elég durvává teszi, az amúgy sokszor nem olyan durva lényeket, amelyek általában könnyen halnak, ezzel ez megelőzhető. És akkor itt van még a több hős, és nem tudom, hogy mindenki benne van-e, aki még a kapható a kocsmákban is. Minden esetre Letosz talán az már volt. Talán ő volt az, aki még nem volt, ő is volt, nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy itt is 30 hős van a kocsmáival, a hősökkel egyetemben. No, de mit tudom én, randomizálunk egyet. És a pálya is most random, ahol vagyunk, de ez teljesen lényegtelen. Per pillanat. Megnézzük a nép fai képességét. Aztán a várost és a lényeket. Ahogy szoktuk. Na, méltóságos, nem töltődik be. Nem szokott ennyit töltődni. Na. Itt is vagyunk. Na, nyári egész jó artifaktok. Na most itt ezen nem fogok játszani. Hoppá! Ez el van írva. Legalább látunk dolgokat, amit javítani kell. Na! Fai képesség malassza fájtja, minden baráti lény elrejtőzik a harc közöttén. Az elrejtőzött lények át tudnak sétálni bármi más lényen. Az elrejtőzés megszűnik, amikor a lény támadásban indult. Ez azért jó, mert így hálóan tudtok könnyen támadni ellenségeket. Át tudok hatolni akadályokon, könnyedén, mint a szellem is, és rohadt nem. Tehát lerövidítitek az útvonalat, és egyebek, és meglátjátok, mik kapcsolódnak még hozzá a megtévesztés. A hős támadása elnyomja a célpont lények visszatámadását, amíg az aktuálisan aktív lény bennem fényezik köré. Tehát amíg az nem jön, és lépett, legyen az védekezés, vagy támadás, vagy akármi, addig szépen, ha megtámadjátok, nem fog visszatámadni. Füstbomba, ha egy baráti lény elveszti az elrejtőzését, akkor minden szöztős lényt a következő hatás éri. 25-től kezdeményezés, következő 8 kör végéig. Ez például a támadó lényeiknek kell nagyon jó, például a tolvajjal, mert az általában előre megy, bár mondjuk vele vigyázni kell, mert kevés az életre jelvédelme. De ha éppen lemenik róla a, mi ez a hatás, az elrejtőzés, és mellett ellenségek vannak, akkor jó megszívják, akkor csak a hátra sorolódnak a körön belül. Mefitikus illat, az elrejtett baráti egységek plusz egy, vagy egy sötét mágia sebzést ejtenek minden a csoportban részvevő lény után, amikor átkelnek egy ellenséges lényen. Tehát átmentek egy lényen, ugye átudtok az elrejtőzés miatt, akkor ha mondjuk 100 darab ilyen, vagy ilyen orgyilkosatok van, akkor 100 HP-t még pluszba kapni fognak, sebződnek. Gyenge pont az ellenséges lény csoport, minusz 10 támadás és védelmet kapni, utána egy közharci támadás éri a hatás a harci közvégéig tart. Ez is elég durva, hiszen elég sok közharcos lényetek van, tehát ezzel még jobban lehet, hogy gyengíteni őket.
volt szögöt. Az első esélyek nulla támadásra támadnak vissza, ha hátra támadta őket egy barátú lény. Ami ez elég gyakori lesz, meglátjátok, mert van egy-két lényetek, és akár egy-két varázslat. Vagy például, mint egy-két hős, ahogy láttatok, ami hátba támadású bónusszal kezd, vagy operál, és ezáltal jobban fogjátok azokat használni, ezzel még jobban fogjátok azt használni, hiszen a visszatámadás elég gyenge lesz az ellenségek esetén. Leshely. A szövetséges lények elrejtésre kerülnek a harci kör végén, ha a kör során nem szenvedtek el semmilyen sebzést. Ez is durva. Egyébként, ja igen. Tehát a harci kör végén is, tehát a következő kör elején is gyakorlatilag. Összehangolás. Ha a baráti lény első közelharci támadása a harci körében egy nem megtorolt támadás, tehát visszatámadás nem történt meg, akkor azonnal kap egy ingyenes második találatot ugyanarra a lényre, harci körönként csak egyszer. De azért ez eléggé durva, szerintem. Tehát amit nem toroltak meg támadást, mert valamikor ugye megtorolták, akkor dupla sebzés, de viszont csak egyszer használható. No, menjünk be a városba. Itt látható ugyanúgy a megszokott ugye aranybevételi forrás. Aztán láthatjátok a hősök csarnoka, itt van az első alapvetségű cserkészők, az orgyilkos, a tolvaj cég, az a varázs cég, vagy nincsgál, piac tér, ugye ezek a megszokottak, itt tudjátok választani, melyik lényből kapjátok az elsőkből többet, itt kapjátok meg az arctalan egység, vagy egy támogató egység megvásárlását, egy támogató hadi egység. Itt választottak az ideálatóval, és a pluszet kezdeményezést kapjanak három következő csatában, vagy egyben kölcsönzést okoznak az első és lények minden harcban, három körön keresztül a körük kezdetén a hősöd városának irányítási területén belül. Ugye az olyasmi, amit az a hős tud, csak itt első három körön keresztül, és nem a legelején csak a csatának. És persze csak a kékkel jelzett területen belül itt a Warportál, ami szintén ugye fontos. Fekete piac, mint a régi hírozokban, Heroes 5-ben, Heroes 3-ban, Dungeon 5 is jelen van. Itt varázstárgyakat vehettek és adhattok el pénzért, ez eléggé durva, vagy nyersanyagokért. Itt az alapegységből az erősebb változatú egységetek, a Troglodita, itt sokkal erősebb, mint a 3-ba, és egyébként jobban használható. És a föld alatt teleportál gyakorlatilag idézőjelben, amit teleportálnak csak a föld alatt. Itt tudjátok növelni a számukat hetente, itt választhattok, hogy 2 plusz érc naponta, vagy plusz 1 árnya cél, mint inkább az árnya célra mennék rá. Itt vannak ugye további varázscéhek. Itt van egy újabb erősítése a tolvajcé esetén ennek a népnek. Kémek küldését fosztogató küldetésekre biztosítja, a célpontjátok számára választott nyersanyagforrását kifosztja. Tehát itt még a nyersanyagforrását is csökkentetitek. Az épület, lényépület, termő épületnek a, ugye a heti szaporulatát, vagy lénytermelését is megállítva, azért ez eléggé durva. Itt kaphatjátok meg az árnyalapagodókat, az a támogató, vagy a támadóharci, ugye hadászati ilyen segéd egységetek, gyakorlatilag a balista. Itt vannak ugye az erődítmények, többi várban is van, itt tudjátok a két tornyot is hozzáadni, már nem a Virgula két tornyot, hanem a védőtornyokat, tartalékosok helye, ismerős, ármány csarnokat, tolvajci számára biztosítja kémek küldését, szabotás küldetésekre a célpont, játékos talámra választott városi épület egy szabotája megfelezve a heti gyarapodást a következő hétre. Na ez még pluszba fedezést is csinál, mert a sima szabotálás az általában sem nem tudtok ugye venni semmilyen élőlényt, abban azon a héten semmilyen élményből nem termelődik, viszont ez még pluszban még egy épület, amire meg felezést tudtok rá. Ez mennyire durva már. Akkor itt van a, hát, 4.-5. egység a medúza, itt ezt tudjátok növelni, vagy az önjárót lelketlent, és mellé ugye a mantikort lehet, hogyha ezt nyomjátok be, attól függ, hogy itt melyiket választátok, mantikor, skorpikor, aztán ugye vagy önjáró, itt van a szuper épülete a népnek, 5000 aranyat biztosít, plusz és 50%-kal több lénynövekedést hetente, illetve kémek megrongálnak, vagy beépülnek két további célpontba, tehát még két épületet tudtok, ha az a hős megvan, akit néztünk, az úgy már 4 épület, és itt pedig még egy fél úgymond épület, tehát gyakorlatilag 5 épületet tudtok módosítani, egy 8 vehető lényből, ez mennyire durva már, és azon a héten nem sokat fog kapni akkor az ellenség egységet, azt hiszem, kap egy félpest is, ami szokott néha ritkán lenni hetente.
játékban is sajnos. Minotaur Lusk ugye a 6. egység, az egy legerősebb talán a elit egység közül egész játékban. Tudjátok a számát növelni. Itt vannak a főlények, választhatok ugye az Árcsánkány Barangéra közül. Itt pedig a két újabb lény, ugye, ami szintén nincs lefordítva egyelőre itt, technikai hiba miatt. Ugye ez a mélységi hírnök, illetve a... mélységi küldet, illetve a mélység arkonja talán. Nem tudom már, hogy lehet magyarul lefordítva most is fejből, mindjárt megnézzük. Majd ez is kell ugye a mágia C4, ahogy ehhez is. Csak nézzük az egységeket. Cserkésző. Ugye egy alaplény, lövész, nagyon gyenge védelemben, ahogy a nullával és nem sok életerővel, de a támadás az rakjós, sebzése sem olyan rossz. És ezt a modba kapta meg, hogy jól emlékszem, mert alapból ez nem volt meg neki. Amikor ez a lény elrejtőzik, egy pajzsot kap, amely a hős szinten 2-5 sebzést elnyel. Tehát a 10-es szinten kötök, akkor 50 sebzést fog elnyelni. Fejlesztetlen kívül megkapja azt, ami megvolt a alapnekezős a páncélrepesztés, a lény támadása nem veszi figyelembe megszerzett lényegű védelmét. De hát már egy plusz védelme van, azért az durva. Viszont ahogy láthatjátok, a kezdeményezésük nem valami nagy. 18-20, és ugye féllel lő végig. Itt az orgyilkos, nem így gyengébb az életterje, de legalább egy védelme van, és a sebzése továbbra is nagyon jó. Tehát amiben ez a nép jó, az mindenki a sebzéses hozottak. Hátbaszúrása, én hátbatámadás és sebzés bónuszát 50% ponttal megnövekedik. Tehát sebzés bónusza igazából. Tehát lényeg az, hogy azt a 75% vagy 50, lehet, hogy 50% a 100%-ra emelkedik. Azért az nagyon durva. Az árnyal pedig ezen kívül ugye mérgezni tudtak, az eltalált mények körül kezdeként a sötétség sebzés szenvednek. Ez árnyanként két sötétségsebzés jelentkezett, valami minden körben árnyanként 2 ponttal növekszik, a hatás 3 körig tart. Tehát összességében a 3. körben már 6 ponttal fog sebezni árny darabként. Tehát a 100 árny, akkor az 600-at fog jelenteni már a 3. körben. És akkor is, ha az árny egység azt hiszem meghalt, ugyanúgy fog az az egység szenvedni általa. Szóval ez nagyon durva. Addig a 3 körig. A troglodita, ugye... az erősebb alaplény, ez már azért egy kicsit erősebb, a 4 defe és 25 védelme, és még a sebzés is minimálisan nőtt. Június a földmágiával szemben a lény nem lehet negatív földvarázslatok vagy hatások szélpontja, az első és támadásokban számozó földsebzés felére csökken, és vak, tehát a lény természeténél fogva vak, ezért immunis a vakságot okozó hatásokra és varázslatokra. Fejlesztetnél már 4-től 5-ig és 6-os lesz a támadás, és életelő 10-zel nő, de ahogy láthatjátok, ennek az egységnek sem jó a kezdeményezése, viszont a fejlesztetnek 8-al több, tehát már amiatt fontos megcsinálni, és itt is 4-jel több, itt meg csak 2-vel, de az ágynál, a troglodytánál már csak a kezdeményezés növelés miatt is érdemes megcsinálni a fejlesztést. Kemény, mint a kő. Bármikor, amikor a lény sebzés, plusz 5 védelmet kap a kör végéig. Az adott körben mahányszor agítottak, mint a plusz 5 védelem eléggé durva. Úgyhogy nem szabad sokszor megütni, hanem párszor, de akkor nagyot. Itt van az első elitlény, aminek végre viszonylag nagy a kezdeményezése. Fejlesztetnek a 33-as, ez a medúza, amely lő. Sebzéssel, megvonulázása, kikusan eltállt minél kötöttözik körül végéig, vagy megsebzésülük, cselekvőképtelenné válnak. Illetve erősít, támogatja az ágynapkodó, tehát a baliszta egységet ezeket. Fejlesztett pedig már mozékony lövész is, lény vagy mozoghat, majd lőhet, vagy lőhet, majd mozoghat. Ahogy a kentúr is. Láthatjátok, itt is sajnos fél maradt, tehát nem tudtok teljes távval lőni, viszont a sebzés az életerő minden nőtt a kezdeményezés. Önjáró, 5. egység, elit egység. Szerkezet ugye, ezt már láthattuk, ezt most nem fogom próbálni még egyszer, az akadémiában nagyon sok ilyen lény volt, egy kicsit megerősítették szerintem, mert aztán talán csak 40-es életereje volt valami se. Az alapjátékban itt már megerősítették, a sebzése is jobb, és csak egy helyet foglal a 4 helyett egyébként. Június a sötét mágiával szemben, ahogy előzőleg a földel volt Június a troglodita, ő ugyanígy a sötétséggel, úgyhogy ezt most szintén nem olvastam el, viszont van egy új titkos képesség. Ha a hősnek legalább 20 mágia ereje van, ez a lény 25% életerő bónuszt kap, és a vámjátékos képességet kapja meg, ami 90%-kal csökkenti a sebzés az első körben, majd 40%-kal a második körben. Ez eléggé durva. Már hogy arra, akire ezt rárakják, tehát az sokkal kevesebbet fog szivatni. Fejlesztett pedig még megkapja a sötétség gyermekét is, a lény bármelyik másik lény át tud sétálni, és egy sötétség sebzést okoz a lény csoportban lévő minden egy, és lény után, amikor átval az egyenlőséges lények. Tehát hasonló, mint a... melyik volt az a...
Ja, hát az a skill ugye, ami volt a... a fai skill, vagy csak itt a linnyel összejátszom. Látjátok, még jobb sebzés, már 60 HP. Azt tudja, hogy felerősítették, mert ez nem volt ennyire erős az egység. Manticore, az idézőben új egység. A sima Manticore mint neutrál volt az alapjátékban, illetve azt hiszem a kiegészítőben működtön, de most bekerülhetett ide, választható. Borodáló méreg a lénytámadásainak nem visszatámadásainak célpontja, mínusz 15 védelmeknek a célpont, következő törének végéig. Hát ez egy ilyen köztes, jó a depje, jó az atakja, de semmi igazán különös, viszont nem jó annak se a kezdeményezése, tehát ez a nők ebben nem erős. Scorpio Reflex, ha a hősnek legalább 20 támadás értéke van, ez a lény 15% plusz 15% illetve bónusz kap, és korlátlan visszatámadás képességet is, ami azért nem rossz. Fejlesztett pedig Scorpigor, aki hasonlít a Heroes 6-os arcotára, a Benito fulldunkot is, a lény közelharci támadása 50%-os sebzés a Benito ütést okoz, és erre nem lehet visszatámadni se. A meghálódott lények következő földvégéig tárgyalni válik. Csatánként egyszer használható. Viszont látjátok már 13-13 támadás ismét, életerő, és a kezdeményezés mindig eléggé alacsony. Minó, az egyik legerősebb elitettség, ugye 150 HP, 10-17, erős támadás, de szintén nem jó kezdeményezés. Megelőző csapás, a lény még azelőtt visszatámadni eltalálná. Nautilus őr kap egy csomó skill, nem elég, hogy 3 volt neki, még egyet hozzáadta. És 160 HP, 13-17, kezdeményezésünk mindig nem jó, nem lehet neki visszatámadni se. Hűség harcokat egyszer a lény, és a sonszor és szövetségek 20-30 morát kapnak 3 körön áll. Hatalmas vágás, a lény kritikus ütésére nem lehet visszatámadni, és a Nautilus őrrel szemben kritikus támadat elérő ellenségek 30%-os sebzést okoznak csak a következő körül elején. Még alapból se lehet, de... mindig. Ez is nagyon durva egység. Mélység követel, igen, így lett akkor. Ugye ez az erősebb elit egység, ez egy mágikus egység. Támadása nagyon jó, viszont ennek annyira jó közlemézés, hogy gyakorlatilag ő kezd. Tehát... tudok azért választani. Felemésztő méreg a szélpont elséges lény megnéveződik, 5 pont sötétség sebzés okozva neki, akkor elején a harc végéig. Ez a méreg nem a nem élő lényekre is hatással lehet, csak engem egyszer használható. Azért az nem volt. Átszázó pusta, a lény átszázó magát egy kis felül, és ülni sem van, ez minden hálasabb támadással, ami nem kezdett támadni valakit, vagy visszatámadni valakinek. A képesség használata nem vesz igénybe ennek az egységnek a közé, de a várakozás műveletével hatására készítik. Aztán itt az első fő lényünk, az Unsharkány, a Heroes 6-a. Akra hasonlít, amit ott láthatunk, ő is immunus a stötődik mágiával szemben, hogy azt hiszem ugye az a robot volt, vagy mindenki hívjuk önjáró. Sovrasztó lehelet a lény, töltség formában a stötődik mágiát ömlesz az elsőségeket a támadása során, nem visszatámadásakor. A letalált lények a következő körülben megkapják a támadásban erős sebzés felét, a következő körülben pedig 25%-át a sebzésnek. És ahogy látjátok, elég jó szivat, a kezdeményezése itt is lehet egy picit jobb, de a támadásvédelem nem olyan rossz, a fejlesztő pedig már teljes mágia immunitással rendelkezik, és a bármilyen mágikus sebzés is csak a felét fogja sebezni. Például a lövészek, akik mondjuk ilyennel ülnek, mint ő sötétséggel, felét fogják csak sebezni neki. A többi az maradt, ha jól emlékszem. Barlangírja, ahogy látjátok, már a simának is 500-as HP-ja van, akkor azt lehet, hogy tévedtem. Viszont ez nem szivat olyan sokat talán, mint a sárkány, de hát ugye 6 feje van, ezért a lény a megcélzott egység körül összeszomszédos helyen tartózkodó ellenséges egységet eltalálja. És a támadása még jobb is, védekezése az nem, talán nem, a kezdeményezése még annyira se jó. De a fejlesztőnek már 530-as HP-an, és akkor ehhez adódik majd hozzá még a 25%, amit az a ő is például adott. De hát azért sem szivat rosszul, 35-ös atakkal életszívást is kap már, a lény ütéséhez által okozott sebzés felének megfelelő egészséget állítanak vissza, ez az eset lényeket is felüleszti, de a lény nem nyer életerőpontot élő halottakból, szerkezetekből. Durva legyen. Feledés harkonja ez a fő lény, eléggé durva, 560 HP-val, rohadt nagy ősi mágia sebzéssel, mindenféle videm és támadással. Ürességbeli elszívás a lény, de ellenséges lények 10 sötétség sebzést okoz, minden szövetséges lény visszatölti az életerejét, az elszenvedett sebzés 30%-kal egyenlő mértékben, amikor a lény megtámadja az ellenséget, akkor az 3 körben harcunként egyszer. Durva. Megtisztító üresség a lény körének végén 30-as mágia sebzést okoz, összes szomszédos ellenséges egységnek is 15, mínusz 15 morát okoz, egy körön át.
Ugye ezt gondolom darabonként érteni, de ahány darabon azt meg kell szorozni ugye azon a sebzéssel. Acélhialin nem lehet negatív hatású rázsadók és hatások célpontja. Az ellenség támadásáról származó mindenféle típusú sebzés 15%-kal csökken. Azért ez eléggé durva. Mit nem mondja? Akkor itt van a katapultatok, itt van a támadó egységetek, ami mondja a valiszta, megrázó látomás, azok a lények, amelyeket ez a lény támadott ismét, egy műszalagok sebzésre mennek el a két körön át. Ez is eléggé durva. Arctalan halálköpeny. Körülveszi a célpont valakinek egy halálköpeny, amikor a lény legközelebb megtámadják, közel az van a halálköpeny 30 sötétség sebzés okozó támadónak a tüket és a dőzéssel is. Feloldja a halálköpeny felrobban, amikor a hatása véget ér. További sebzés. És ennek teljes a lövése, hatása, hogy ennek is. Na hát ennyit akartam mondani a Dungeonről. Ez egy eléggé érdekes sunyi név. A zenéje is olyan, ahogy azt hallhatjátok. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek minket. Akinek tetszik az ilyen sunyik népe, illetve a sötétségvágja, vagy az, hogy jól lehet ezzel a népen használni a fizikai erősüket is, hogy ezt láttatok, és ezeket az egységeket aztán végképp, akkor ajánljuk nekik ezt a népet. A legközelebb videóig búcsúzom tőletek. Ja, és még annyit, ezt bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy ez a lény nem nagyon szereti értelemszerűen a tündéket és az elfeket, az ősi ellenségei ezek a népek, és a fénymágiát sem annyira kedveli, tehát láttuk, hogy sötéti mágiai immunitás van, de a fénymágiát azt nem nagyon kedvelik azt a lényeik, erre vigyázzatok. Én itt akartam mondani, búcsúzom, sziasztok!